Papp Károly országos rendőrfőkapitány utasíthatta a Nemzeti Nyomozóiroda életvédelmi osztályát, hogy találják meg az Orbán Ráhel esküvőjéről eltűnt okostelefonokat. Ez a nyomozó főügyészség határozatából derült ki. Ez az a bizonyos dokumentum, amely kimondja azt is, jogosnak minősül, hogy milliós költségek árán próbálják megtalálni az ellopott telefonokat. Az egyiknek megtalálták a tokját, rajta pedig egy úgynevezett biológiai nyomot. DNS vizsgálattal próbálják kideríteni, hogy kié lehet. Eddig 26 embertől, főleg az esküvői személyzet tagjaitól vettek DNS mintát, hiába. Nem lett meg a tolvaj. Csókási László pincérként dolgozott a lakodalomban. Azt meséli, az egyik nyomozó azt mondta neki, ha nincs eredmény, sorra vesszük a nász népet is. A kérdés továbbra is az, kié lehet az ellopott telefon tokján talált minta. Találtak a helyszínen egy tokot, telefontokját, és azon találtak DNS nyomokat, több DNS nyomot találtak rajta, viszont egy DNS volt, aminek nem találták a gazdáját, ugye levették a tulajdonostól, levették attól, aki megtalálta a tokot, és így maradt rajta egyetlen DNS, és ezt keresték, hogy ez kié lehet. Eddig 4 millió forintba kerültek a DNS vizsgálatok. Magyar György ügyvéd tegnap híradónknak azt mondta, a nyomozás eddigi költsége nincs arányban az ellopott telefonok értékével. Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő szerint viszont fontos információk lehettek a telefonokon. Szerinte Papp Károly országos rendőrfőkapitány máskülönben nem adta volna át az ügyet a Nemzeti Nyomozóiroda életvédelmi osztályának. Néhány hónapon belül ki fog derülni, hogy kié volt a telefon, ebben biztos vagyok, tehát nem fogják tudni titokban tartani. És ha akkor kiderül, hogy tényleg egy topvezető telefonja, akkor érthető lesz a vizsgálat, hanem mondjuk a anyós telefonja, most mondok ilyen utaságot, hogy egy távoli unokatestvérnek a telefonja, akkor nem érthető és védhetetlen ez a fajta vizsgálat. A rendőrség és a belügyminisztérium ma sem nyilatkozott az ügyről.